Csúcstalálkozó. Budapesten zajlott az Európai Politikai Közösség találkozója. Az európai vezetők a megbeszéléseken egyetértettek abban, hogy legyen minél hamarabb béke Európában, és abban is, hogy reagálni kell az amerikai elnökválasztás eredményére. Kampánynyitó. Az Arad, Beszterce, Naszód, Bihar, Fehér, Hunyad, Kolozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megyei jelöltjeinek jelenlétében is elindította kampányát az RMDS. Békás Szoros. Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a Hargita megyei önkormányzat által benyújtott felülvizsgálati kérelmet, ami a Békás Szoros közigazgatási hovatartozását illeti. Kezdjük a híradót, köszöntöm Önöket! Hogyan lehet újra béke Európában? Hogyan vállalhat Európa a jövőben nagyobb felelősséget saját biztonságáért és békéjéért? Hogyan tud Európa sikeresebben fellépni az érdekeiért? Hogyan maradhat Európa érdemi szereplője a saját sorsát eldöntő tárgyalásoknak és folyamatoknak? Ezek a kérdések kerültek terítékre Budapesten az Európai Politikai Közösség 5. csúcs találkozóján. Budapesten zajlott az Európai Politikai Közösség 5. csúcs találkozója, amelyen 42 állam és kormányfő, valamint európai intézmények vezetői, a NATO főtitkára és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet képviselője is részt vett. Az európai vezetők egyetértettek abban, hogy legyen minél hamarabb béke Európában, és abban is, hogy reagálni kell az amerikai elnökválasztás eredményére, mondta el Orbán Viktor, az esemény szervező Magyarország miniszterelnöke. A helyzet, amiben ma tanácskoztunk, úgy írható le, hogy nehéz, bonyolult és veszélyes. Az európai békét, stabilitást és jólétet egyszerre fenyegetik veszélyek. Harmadik éve dúl a háború, melyet Oroszország indított Ukrajna ellen. Közel-Kelet lángokban és eszkalációs veszély fenyeget. Észak-Afrikában destabilizáló konfliktusok. Az illegális migráció egy szűnni nem akaró kihívás és a korábbi csúcsot megközelítő nagyságrendű. A globális gazdaságban pedig olyan blokkosodás és töredezettség látható, amilyenre a hidegháború óta nem volt példa, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a tanácskozáson egyetértés volt abban, hogy az amerikai választás eredményére reagálni kell. Tudnunk kell, hogy nagy változások jönnek, jelezte. Értékelése szerint abban is egyetértés volt, hogy Európa vállaljon nagyobb felelősséget a jövőben a saját békéért és biztonságáért. Nem várhatjuk el az amerikaiaktól, hogy csak ők védjenek meg bennünket, jelentette ki. Erről beszélt Emmanuel Macron, francia elnök is. Úgy gondolom, hogy a mi szerepünk itt Európában nem az, hogy kommentáljuk Donald Trump megválasztását, akár jó, akár nem jó. Ő amerikai, meg fogja védeni az amerikai érdekeket, ez így van rendjén, ez az, amit csinál. De nekünk készen kell állnunk arra, hogy megvédjük az európaiak érdekeit. Ez a mi egyetlen prioritásunk. Hozzátette, Európa nagyon erős geopolitikai erő lehet, de egészen mostanáig talán ezt nem vállalta fel, mintha delegálta volna az Egyesült Államok felé a geopolitikai erőt és a technológiát is. A találkozón részt vett Klaus Johannis, román államfő is. Rámutatott, hogy a migrációt a belső biztonsággal összefüggésben kell kezelni, ezért hangsúlyozta, hogy hazánk biztosítja az EU külső határainak megerősített védelmét, és jelentős eredményeket ért el az illegális migráció ellenőrzésében és megelőzésében. Választási híreink következnek. A kapkodás helyett a kiszámíthatóságra van szükség, hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke és államfőjelöltje ma a szövetség kampányindító rendezvényén Kolozsváron. Az államfőnek az emberek hangjának kell lennie, és mint mondta, ő is azért vállalta a jelöltséget, hogy a magyarok hangja legyen, de azoké is, akik változtatni akarnak a túlbürokratizált rendszeren.
Akkor tudunk sikeresek lenni az elkövetkezőkben, ha a magyar-román együttélést segítjük, jelentette ki Kelemen Hunor kampányindító beszédében. Az RMDSZ ezúttal Arad, Beszterce, Naszod, Bihar, Fehér, Hunyad, Kolos, Krassószörény, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megyei jelöltjeinek és vezetőinek jelenlétében indította el kampányát Kolozsváron. Kelemen Hunor a szövetség államfőjelöltje a Józan Ész programját ismertette. Mint mondta, az államfőnek az emberek hangján kell lennie. Ő is azért vállalta a jelöltséget, hogy a magyarok hangja legyen, de azoké is, akik változtatni akarnak a túl bürokratizált rendszeren. Ma leginkább a józanészre van szükség. Ma a józanész forradalmára van szükség. Józanészre van szükség a parlamentben, a kormányban, az elnöki hivatalban, az adminisztrációban, a központi szinten és a megyékben. A kapkodás helyett kiszámítható döntésekre van szükség. Erre van szüksége vállalkozónak, polgárnak, gazdának, mindenkinek. Improvizáció helyett józan megoldásokat javasolunk. Tiszteletre van szükség, tiszteletet kérünk minden polgár számára az állam intézményei részéről. Alázatra van szükség. Arra van szükség, hogy világosan és őszintén beszéljünk. El kell tudnunk mondani, hogy mit lehet, de azt is el kell tudnunk mondani, hogy mit nem lehet. Esélyt és támogatást kell adni a fiataloknak, kedves barátaim. Ez az egyik legfontosabb dolog. Több bölcsődét kell a gyerekeknek építeni, rugalmas munkavégzést a fiatal anyáknak, lakástámogatást a családoknak, mert csak is akkor lesznek olyan fiatalok, akik itthon maradnak. Beszédének végén arra kért minden magyart, mutassuk meg, hogy velünk számolni kell. Szavazzanak rá az államelnök választáson, hiszen ezzel a magyarok hangját erősítik, december 1-én pedig szavazzanak az RMDSZ jelöltjeire, mert ezzel a magyarok erejét növeljük, nyomatékosította. Az állam nagyon sokszor visszaél a hatalmával, bürokratikusan intézi az ügyeket, vélekedett Kelemen Hunor szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök jelöltje a Marosvásárhelyi Inkub Centerben tartott kampányeseményen csütörtökön, de sok egyéb problémával sem foglalkozik. Bürokratikus ügyintézés, állandó medve probléma, adóbegyűjtés. Ezek olyan problémák, amelyekkel a román állam nem foglalkozik. Értettek egyet az RMDSZ Marosvásárhelyi kampányesemény meghívottjai, Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki egyben a szervezet államelnök jelöltje, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. Csütörtökön az Inkub Centerben megtartott eseményen elhangzott, az Európai Unió szintjén Németországban működik a leggördülékenyebben egy vállalkozás elindítása. Románia pedig alulról az 5. helyen szerepel. A mi tapasztalatunk az, ami a polgárok tapasztalata is, hogy nagyon sokszor az állam visszaél a hatalmával, a fejünkre nő, és igazságtalan módon, nagyon bürokratikusan, nagyon elbonyolítva mindent intézi igazságtalanul nagyon sokszor, megalázva a polgárokat, az ügyeket. Sokat kell várni, sok idő telik, amíg megkapsz egy engedélyt, sok idő telik, amíg valamit el tudsz rendezni, és ezen egyszerűsíteni kell. Máskülönben a polgárok úgy tekintenek az államra, mint ami nem bízik bennük, és nem őértük van, fogalmazott Kelemen Hunor. Ez az elsődleges cél, hogy ezen változtassunk, utána pedig olyan programokat szeretnénk bevezetni, amelyek visszaadják a reményt, hogy itthon is lehet jövőt építeni. A Józan ésszel kampány szlogen égisze alatti rendezvényen továbbá arról a törvénytervezetről is szó esett, amely a megyék összevonását célozza. Az RMDSZ államelnök jelöltje szerint ez a jogszabály a magyar közösségeket minden régióban felszámolja, és a teljes politikai kiszolgáltatottság állapotába taszítja. Éppen ezért az ilyen típusú átszervezési javaslatban egyetlen pozitívumot sem lehet találni, összegzett a politikus. Több ezer családhoz kopogtatott be az RMDSZ Bihar megyei kampánystábja az elmúlt napokban, hogy a lakosokat a választásokon való részvételre buzdítsák. A személyes beszélgetések során a szövetség politikusai hangsúlyozták, hogy az elkövetkező hetekben összetartó erőt kell felmutatni, hogy erős magyar képviselet legyen a parlamentben. Településről településre járnak az RMDSZ Bihar megyei jelöltjei, hogy az elkövetkező választások fontosságára felhívják a lakosok figyelmét. Bíró Rozália, az RMDSZ képviselőjelöltje helyi önkéntesekkel és munkatársakkal, Érkört Vélyesen és Érmihály falván kopogtatott, hogy ismertesse a józanész programját
és arra kérje a helyi lakosokat, hogy a választásokon támogassák az RMDS államfőjelöltjét, Kelemen Hunort. Házról házra, családról családra járunk kopogtatni, elmondani az embereknek azt, hogy a józanész hangját akarjuk visszavinni a román döntéshozatalba és kormányba. Többet akarunk az állampolgárnak, és kevesebbet az államnak. Azt szeretnénk, hogy megbecsüljék az adófizetőinket, és támogassák a vállalkozóinkat. A betegek érdeke a legfontosabb számunkra is az, hogy a fiatal családokat támogassuk. Meggyőződésünk az, hogy a diákjaink életét kell megkönnyíteni, és mindenhez szükséges a közösség támogatása. A mozgalmas nap során lehetőség volt polgármesterekkel, az egyháza képviselőivel, vállalkozókkal és az utca emberével is beszélgetni. Szinte mindjárt egyetértettek abban, hogy erős magyar képviseletre van szükség a parlamentben és potenciálisan a kormányban, hiszen csak így lehet hatékonyan segíteni a helyi közösségek fejlődését. Nem adakozó, de nem is kizsákmányoló államot szeretne Nikolaj Csuk, a Pinili elnöke és államfőjelöltje. Ezt csak egy jobb középkormány tudja gyakorlatba ültetni a választások után, nyilatkozta. Brassóba látogatott csütörtökön Nikolaj Csuk, a Pinili elnök, az alakulat államfőjelöltje, ahol gazdasági témákról folytatott párbeszédet az üzleti szféra képviselőivel. Kiemelte, egy olyan államot szeretne, amelyben a gazdasági szereplőket nem zsákmányolja ki az állam. A találkozót követő sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy az állami költségvetés bevételeit egyértelműen az üzleti szféra biztosítja, amely támogatásra szorul a fejlődés érdekében. Nem beszélhetünk semmilyen állami kiadásról, ha az üzletemberek nem képesek fejleszteni és növelni a vállalkozásaikat, és ezzel egyidejűleg növelni a hozzájárulásukat az állami költségvetéshez, fogalmazott. Arra kérdése, hogy miként valósulhat meg az általa elképzelt nem adakozó, de nem is kizsákmányoló állam egy koalíciós kormányban a szociáldemokratákkal, azt mondta, ezt egy jobb középkormány valósítja meg a PSD nélkül. Azt mondtam, hogy a Nemzeti Liberális Párt nem fog kormányt alakítani a PSD-vel, ezért beszéltem egy olyan jobb középkormányról, amely a Nemzeti Liberális Párt köré épül, mert ez az egyetlen jobb középpárt, amely valóban rendelkezik azzal a szervezettséggel, mozgósítással és politikai erővel, hogy vállalni tudjon egy ilyen célt. Nikolaj Csukával ellentétben Márcsél Csolákú PSD elnök és államfőjelölt még mindig a liberálisokkal közös kormányzást képzel el a választások után. Mi több, azt is közölte, hogy a liberális párti Ilie Bolozsánt akár miniszterelnöknek is jelölné. Románia továbbra is a demokratikus értékeket tartja szem előtt a külpolitikában, de először a hazai politizáláson kell változtatni, amelyet az elmúlt 35 évben a korrupció jellemzett, hangsúlyozta Elena Lasconi, az uszéri elnöke és államfőjelöltje. Kampányvideót tett közzé Elena Lasconi, uszéri elnök, az alakulat államfőjelöltje, azt követően, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztásokat. Kifejtette, Románia továbbra is megbízható partnere lesz az Amerikai Egyesült Államoknak, Románia pedig a nyugati eszméket, illetve a demokratikus értékeket erősíti, mondta Elena Lasconi. Hozzátéve, hogy nagyon fontos a külpolitika, de ennek az alapja mindig a belpolitika. Megvan az esélyünk 35 év után, hogy megszabaduljunk ettől a korrupt rendszertől, és meggyőződéssel állítom, hogy én vagyok az egyetlen jelölt, aki el tudja érni, hogy nemzetközi szinten Románia egyenes gerincel álljon, nem pedig vigyázban, fogalmazott az uszéri államfőjelöltje. Mint tudják, én vagyok az a jelölt, aki meghallgatja az embereket, egész életemben ezt tettem, és megoldásokat kínálok. Egy olyan országtervet készítettem, amely senkit nem hagy hátra. Az országtervem nagyobb pénzügyi függetlenséget biztosít azoknak, akik dolgoznak, több pénzt a munkába álló édesanyáknak, több választási lehetőséget a fiataloknak, és tiszteletet az idősebb korosztálynak. Csak együtt tudunk egy olyan országot faragni, amelyben jó élni, és amelyet mások is tisztelnek, mondta Elena Lasconi. Amikor Brüsszelből telefonálnak, fontos, hogy egy olyan személy képviselje Romániát, aki már bizonyította elkötelezettségét az ország érdekei iránt. Ezt állítja Krisztián Térhes, a Román Nemzeti Konzervatív Párt államfőjelöltje. A 14 jelölt egyike lesz Románia következő elnöke, mondta ki a teljesen egyértelmű dolgot egy kampányvideóban Krisztián Térhes, a Román Nemzeti Konzervatív Párt államfőjelöltje. Majd folytatta, a kérdés viszont az, hogy amikor csörög a telefon Brüsszelből, akár von der Leyentől, akár egy másik senki által meg nem választott brüsszeli bürokratától, akkor kit szeretnének önök, hogy válaszoljon arra a telefonra a Románia nevében? Tette fel a költői kérdést. Én vagyok az egyetlen a 14 jelölt közül, aki Brüsszelben az Európai Parlamentben bebizonyított
bizonyította, hogy megvan bennem az erő, az elszántság, a bátorság, a hit és a tudás ahhoz, hogy Románia nevében és Romániáért tárgyaljak. Szerinte az, aki valóban egy erős és nemzetközi szinten tisztelt Romániát akar a világban és Európában, rá fog voksolni november 24-én. Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában tájékozódott az erdélyi magyarság helyzetéről az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségére delegált új politikai attasé, Sarah Levitsor, valamint Alexandru Klimescu politikai szakértő. A sepsiszentgyörgyi találkozóról hírt adott Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Benkő Erika megyei tanácsos, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy az erdélyi magyarság szempontjából milyen veszélyt jelent a közigazgatási átszervezés. Korodi Attila csíkszeredai polgármester szintén az uszéri kezdeményezés abszurditására hívta fel a figyelmet. Székelyföldi prioritásokról, kihívásokról és a választások apropóján kialakult helyi és országos politikai légkörről is beszélgettek. A közösségünknek garanciákra van szüksége azzal kapcsolatosan, hogy minden új politikai ciklusban ne fenyegessen a regionális átszervezés réme, mely során közösségünket meg a régiókba betagolva nyelvileg és kulturálisan ellehetetlenítenék, fogalmazott Benkő Erika. Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a Hargita megyei önkormányzat által benyújtott felülvizsgálati kérelmet, ami a Békásszoros közigazgatási hovatartozását illeti. A megyei tanács elnöke, bíró Barna Botond elmondta, nem adják fel a küzdelmet. Hargita megye végérvényesen elveszítette a Békásszorost, miután a legfelsőbb bíróság elutasította a Békásszoros közigazgatási hovatartozásáról szóló felülvizsgálati kérelmet. 2019-ben alapfokon a hargitaiak pert nyertek a megye határ kapcsán, így akkor Gyergyószent Miklóshoz kapcsolták a szorost. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke híradónknak azt nyilatkozta, szerinte ekkor tévedett a megyei önkormányzat, hogy késztényként vette, hogy Hargita megyéhez csatolták a szorost. Később azonban Nyámc megye sikeresen fellebezett a táblabíróságon, és utólag hiába nyújtott be ismét felülvizsgálati kérelmet a Hargita megyei önkormányzat, a bíróság úgy értékelte, hogy nem tudnak új érveket felmutatni az ügyben. Hargita megye egy 1998-ban aláírt jegyzőkönyv megsemmisítését indítványozta, amelyet Gyergyószent Miklós és a Nyámc megyei Almásmező írt alá, arra hivatkozva, hogy a határmegállapító bizottságban nem vettek részt a két megye képviselői, holott a Békásszoros megye határ is egyben. A több mint egy évtizede zajló határperben gyakorlatilag kimerültek a jogi lehetőségek. Mégis, ha előkerülne új bizonyíték, lenne lehetőség a fellebbezésre. Ha találnánk egy olyan térképet, ami hivatalos levéltári okmányokból bizonyítaná azt, hogy a jelenlegi határ az nem ott húzódik, ahol volt Békásközségnek a határa, akkor ez egy lehetőséget jelentene, hogy újra elindítsunk egy ilyen folyamatot. Hangsúlyozta, leginkább történészek segítségét kérik, hiszen amennyiben találnának a Békásszoros határvonalára vonatkozó 1950 előtti térképet levéltári kutatásaik során, akkor ismét indítványoznák a Békásszoros határvitáját. Kisebb gazdáknak és háziasszonyoknak szóló törvénytervezetet dolgozott ki az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. Eszerint egyszerűsített eljárással kapnának szakhatósági engedélyt azok, akik saját zöldségeiket, illetve gyümölcseiket feldolgozott formában értékesítenék. A jogszabályt közvitára bocsátották. Egy új törvénytervezet szerint egyszerűsített eljárással kapnának szakhatósági engedélyt a jövőben azok az őstermelők, akik saját termesztésű zöldségeiket vagy gyümölcseiket feldolgozott formában, lekvárként, zakuszkaként, esetleg szörpként értékesítenék a helyi piacokon, éttermekben vagy gasztropontokon. Itt effektív azokról a gazdákról van szó, akiknek ez a többlet megmarad, és valamilyen féleképpen nem menjen kárba, tudják értékesíteni limitált mennyiségben. Egyelőre úgy van feltüntetve a tervezetben, hogy 800 kiló, ugye ebben még bele lehet szólni, mert ezért van közvitára téve. A procedúra ebben az esetben úgy fog kinézni, hogy a körzetben lévő hatósági állatorvos kimegy a helyszínre, majd miután megállapítja, hogy a higiéniai normáknak megfelel az a környezet, ahol készül a termék, összeállítja az engedélyhez szükséges dokumentumokat. Az egyszerűsített eljárás leginkább a dokumentumok összeállításában mutatkozik meg,
mondta el István Róbert, ugyanis a higiéniai szabályok betartására nagyon oda fognak figyelni, és szigorúan fogják ellenőrizni. Fontos, hogy a végtermék előállítása biztonságos legyen, ne veszélyeztesse az emberek egészségét, tette hozzá. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság által előkészített jogszabály elsősorban a kisebb gazdáknak és háziasszonyoknak adna törvényes keretet termékeik áruba bocsájtására. Alkotmányellenes a teljesítményösztöndíjra vonatkozó törvény, amely szerint kizárólag állami tanintézetekbe járó tanulók részesülhetnek ebben a juttatásban, döntött az Alkotmánybíróság. A taláros testület megállapította, hogy a rendelkezés diszkriminálja a magán- és felekezeti iskolákban tanulókat. A döntésben nem szerepel a megoldás módja, a vonatkozó törvény ugyanis a tanügyminisztériumot ruházza fel az ösztöndíjak odaítélésének kritériumaival. Mivel a testület döntése gyakorlatilag megsemmisíti a vonatkozó előírást, egy újabb törvény meghozataláig az ösztöndíjak odaítélésének nincs törvényes alapja. Jóval a tervezett kivitelezési határidő előtt már december közepén befejeződhet a balavásári körforgalom megépítése, nyilatkozta híradónknak a Maros megyei község polgármestere. A település fontos közlekedési csomópontként szolgál, és nagyon gyakoriak voltak a balesetek. Elkezdődött a Marosvásárhelyt, Szovátát, Segesvárt és Dicsőszentmártont összekötő útkereszteződésben a balavásári körforgalom megépítése. A munkálatok javában zajlanak, már megtörtént a csatornahálózat kiépítése, kijelölték a járdákat, az áramot is elvezették. A balavásári útkereszteződés átrendezése évek óta dédelgetett álma a helyi önkormányzatnak, hiszen nagyon gyakoriak a balesetek. Gyakran halálkereszteződésnek is szokták nevezni, fogalmazott a polgármester. A kivitelező kifejezetten jó ütemben halad, így minden esély megvan arra, hogy már december közepéig teljesen befejezik a munkálatokat. 2021-ben indítottuk el a tervezést több sikertelen közbeszerzés után, végre az idén került kivitelező, és végre megkapta minden engedélyét, kb. Két hete dolgoznak a kereszteződésben, nagyon jó ütemben halad, egy nagyon látványos mobilizációt végzett a kivitelező cég, és négy hónap van neki a munkálat elvégzésére, de be szeretné fejezni december közepéig. A tervek szerint egy különleges 8-as alakú körforgalmat alakítanak ki, ami biztonságosabbá teszi majd a közlekedést az autósok és a gyalogosok számára egyaránt. A körforgalom 200 méteres körzetében minden irányban megújul a járda, és szigetekkel ellátott gyalogátjárókat alakítanak ki. A munkálatok eddig nem okoztak forgalmi fennakadásokat. Jövő héttől forgalomkorlátozásokra kell számítani, hiszen elkezdődik a körforgalom konkrét kialakítása és az aszfaltréteg felkaparása. Egy egészséges felnőttnek nem szükséges vitamint szednie az őszi időszakban, véli Szabó Zoltán marosvásárhelyi házi orvos, multivitaminok szedését pedig csak bizonyos betegségben szenvedőknek ajánlja. A leghatékonyabb módszerként a légúti megbetegedések elleni védekezésben a védőoltások beadását nevezte meg a szakember. Az ősz a felső légúti megbetegedések időszaka, feltevődik tehát a kérdés, hogy érdemes-e ebben az időszakban vitamint szedni az immunrendszer megerősítése érdekében. Szabó Zoltán házi orvos szerint az a felnőtt, aki egészségesen táplálkozik, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt, illetve rendszeresen sportol, nem szükséges vitamint szedjen a nyár lejártával. A C és D vitaminok szedése ajánlott, de nem elengedhetetlen. A multivitaminok szedését a szakember azonban elsősorban a krónikus betegeknek, szívbetegeknek, emésztőszervi betegségekben szenvedő egyéneknek ajánlja. Ha megelőzésről van szó, akkor a speciális védőszerek, az oltások a leghatékonyabbak, véli Szabó Zoltán. Azt is elmondta, hogy mikor érdemes házi orvos véleményét kérni a vitaminokkal kapcsolatban. Abban az esetben, ha egy olyan kezelésre gondolunk, hogy az hosszú távú legyen, ha valaki olyan krónikus megbetegedésben szenved, amiben tudjuk azt, hogy az immunrendszer nem működik úgy, ahogy kéne, ilyen esetben valóban szükséges lehet, hogy a házi orvossal felvenni a kapcsolatot. A szakember egyetértett azzal, hogy a vitaminhiányos állapot legyengíti a szervezetet. Krónikus betegeknél éppen ezért a vitaminpótlás kulcsfontosságú, főleg a légúti betegségeket okozó járványok időszakában. Kosárlabda bajnokságot szerveztek, sporttal folytatjuk.
amatőr, profi és már nem aktív kosárlabdázók számára szerveztek nem hivatalos székelyföldi regionális kosárlabdabajnokságot. Az esemény 10 tornából áll. A hétvégén Marosvásárhelyen találkoztak a székelyföld minden részéről érkezett csapatok. 10 fordulóban 10 csapat mérkőzik meg a székelyföldi regionális kosárlabda bajnokság 2024-2025-ös idényében. A harmadik forduló házigazdája Marosvásárhely volt. Az esemény egyfajta bemutató is a kisebb korosztály számára, hogy kedvet kapjanak a kosárlabdázáshoz. Az elképzelés az, hogy a csapatokkal közösen alakítsunk ki egy olyan bajnokságot itt a székelyföldi régióban, amellyel ténylegesen tudunk lehetőséget biztosítani azoknak a fiataloknak, amelyek 18 évet befejezték, vagy akár fiatalabbaknak is, de 18 évvel után befejezték az középiskolát, és még szeretnének játszani. A marosvásárhelyi szervező szerint egy barátságos bajnokságról beszélhetünk. Azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó, családias és igazán baráti, olyan szempontból, hogy számos székelyudvarhelyi csapat van, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi, és igazából a kosárlabda kedvelő már nem profi, korábban adott esetben profi, félprofi, akár amatőr játékosok összegyűlnek, csapaton belül is rendkívül jó a légkör, a hangulat, azon kívül pedig a fair play jegyében játszunk. A bajnokság 10 fordulóból áll, ebből az alapszakasz 8 fordulót ölel fel, ebben mindenki mindenkivel játszik. Következik a negyed döntő szakasz, végül pedig az elődöntők és a döntő. Eddig tartott a híradó időjárás, előrejelzésünket is mutatjuk a folytatásban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.